Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi jóslás június 19-e és 21-e között. Az azt jelenti, hogy péntek, szombat, vasárnap. Ezek a virágos kártyák az én kártyáim, hamarosan megjelenik magyar nyelven is. Először megtekintjük a pénteki napot. Ez a növény az anyukát mutatja, az anyai érzéseket. Ez lehet kapcsolat az édesanyával, vagy jönnek az emlékek, vagy az anyuka jelentkezik, és szeretne veletek kapcsolatba lépni, de jelentheti azt is a családi élet területén, vagy a párkapcsolat területén, hogy most kell, hogy gondoskodjunk másokról, mert nekik vannak elvárásai. Erre utal ez a kép is, valaki szomorú, és kell, hogy segítsünk, vagy kell, hogy megnyugtassunk valakit. És mi fog történni? Egy ilyen nyugalmas, szép közeledés, erre utal ez a kártya. Én úgy gondolom, valaki vár arra, hogy ti jelentkezzetek, és segítsetek ennek az illetőnek. Ez lehet az anya, vagy kell, hogy ezeket az anyai érzéseket mutassátok ki másokkal szemben. A szombati nap. Ez a virág arra utal, hogy a kicsinyes dolgoknak is kell, hogy örüljünk. Azon kívül, hogy ne vegyünk semmit túlzásba, hanem legyünk ebben a belső egyensúlyban. Ez a kép, ez egy ilyen orákulum, mégpedig ami a szerelmet illeti. Én mondhatnám egy jóslás. Mit jósol ez a kártya? Az alatta lévő kártya adja meg rá a választ, mégpedig azt, hogy legyetek egy kicsit türelmesek a szerelmi élet területén. Itt van egy személy, és ez a személy nagyon beképzelt, és kihat a dolgokra. De maradjatok ebben a belső nyugalomban, ebben a belső békében, mert rendeződnek a dolgok. A vasárnapot ezek a kártyák mutatják, itt ez a felső kártya mondja, hogy mi az, ami fontos ezen a napon. Ilyen mester, ilyen kell, hogy uralkodjunk a mai nap felett. És mi történik még vasárnapon? Lesznek olyan érzések, ami a múlttal áll kapcsolatban, ezt mutatja ez a kártya, és érezhető egy kis szomorúság, de az nem a mai nappal, vasárnappal, hanem a múlttal áll összefüggésben. És ezen a napon lesz egy meglepetés, vagy egy meghívás, vagy egy ajándék. És ez volt a hétvégi jóslásom. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!